Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 8-án keddeste a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Mihű József tataváros polgármestere tartott tájékoztatót. Ismét elszállítja a lomokat a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Országszerte növekszik az igazolt koronavírussal fertőzött esetek száma, ezért ismét rendkívüli tájékoztatót tartott Mihű József tataváros polgármestere a Városházán. A járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott döntéseket, legfrissebb információkat és városunkat érintő legfontosabb tudnivalókat hallhatják a következő percekben. Kedves tataiak, a koronavírus járvány újabb időszakával kapcsolatos legfrissebb információkat szeretném megosztani a mai napon. Ma több mint 70-en, egészen pontosan 72-en vannak a legjobb tudomásom szerint karanténban. Egy másik információ szerint összesen 6-an vannak fertőzöttként karanténban ma Tatán. 32-en pedig a községeinkben, tehát a kistérségünkkel együtt több mint 100-an vannak karanténban a mai napon. A koronavírus járvánnyal összefüggésben azt a döntést hozta Kásler miniszter úr, hogy az úszás oktatást felfüggeszti ebben az őszi fél évben, ezért mi a mai napon úgy döntöttünk, hogy a tatai tanuszodát, ami a Kőkúti iskolában található, jövő év január 31-ig zárva tartjuk, tehát ebben a fél évben sajnos az iskolai úszásoktatásban nem tudunk segíteni az iskoláinknak, és az óvodáinkba járó gyermekeket sem tudjuk elvinni úszni. Azt reméljük, hogy a következő fél évtől meg tudjuk nyitni az úszodánkat, mindennel fel vagyunk készülve, tehát bármelyik pillanatban 3 hetes indítási időszak szükséges, és tudjuk indítani az úszás oktatást. Kásler miniszter úr, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, intézkedési terv módosítást küldött meg az intézmény vezetőknek, és így ezt a fenntartóknak is megküldve, ebből szeretném még jelezni, hogy az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások című fejezet kiegészült azzal, hogy a délutáni nem tanórai iskolai sportfoglalkozásokat, sportköröket, iskolai kórus énekkar próbáit átmenetileg javasolja felfüggeszteni. Ezt természetesen az iskolák döntik el. Én azt gondolom, hogy különösen a nagy tömeget vonzó rendezvényeket javasolt az iskoláinknak is végig gondolni és felfüggeszteni. E tekintetben ők döntenek. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok lehető legszigorúbb betartásával a város továbbra is biztosítja az étkezést természetesen az iskolákban, óvodákban, az intézményeinkben. Viszont abban az esetben, ha egy adott intézményt, iskolát a fenntartója rövidebb, hosszabb időre bezár, és nincs közvetlen kontaktóra, nincs az iskolában gyermek, most néhány hetes ilyen időintervallumra nem tudjuk vállalni a házhoz való kiszállítását az étkezésnek. Ha hosszabb időtartamra szól egy-egy iskolának a bezárása esetleg, akkor meg fogjuk vizsgálni ebben az esetben, hogyan tudunk segíteni a szülőknek. Az iskolai ellátás során az önkormányzat minden segítséget megad a fenntartóknak, az iskoláknak, amennyiben azt kérik. Tehát ha az iskoláknak szükségük van bármilyen segítségre az önkormányzat részéről, arról biztosítottuk őket, hogy ezt bármikor természetesen lehetőségeinkhez, erőnkhöz mérten maximálisan megadjuk. Az óvodákban továbbra is egy egységes protokollt szeretnénk kialakítani. Most egy kicsit úgy mondhatom, hogy nem teljesen egységes ez a protokoll, ez a rend. A tervünk az, hogy továbbra is az óvodában, a kapuban kelljen elbúcsúzni a szülőnek a gyermekétől, és onnantól már az óvónők vegyék át, az óvodapedagógusok vegyék át a gyermeket, így szülő ne menjen be magába az épületbe. Az a kérésünk a szülőkhöz, hogy amelyik gyermek kicsit is lázas,
hőemelkedése van, vagy tüsszög, náthás, bármilyen ilyen jellegű légúti betegsége van, vagy legalábbis a tüneteit már észleli a szülő, az a kérésünk, ne vigye közösségbe a gyermekét, keresse fel a házi orvosát minimum telefonon, és csak a teljesen gyógyult gyermekeket hozzák az óvodáinkba, de ez azt gondolom az iskolákra ugyanígy érvényes. A szociális otthonunkra vonatkozóan, mind a Fényesfasori, mind a Kocsi utcai szocotthonunkra vonatkozóan az országos tiszti főorvos ma adott ki egy az egész országra szóló tájékoztatót, amiben azt írja, hogy teljes zár alá kerülnek újra a szociális otthonok, tehát ugyanaz a rend érvényes rá, mint ami tavasszal volt, hogy nincs látogatásra sem lehetőség, egyedül a végstádiumban lévő hozzátartozóhoz mehet be a rokona, és teljes zárlatot rendelt el az összes szociális otthonra vonatkozóan. Érthető is ez az intézkedés, hiszen ez a megnövekedett gyors, fölfutó fertőzöttség leginkább az idősekre veszélyes. Az a kérésem a hozzátartozókhoz, hogy telefonon tartsák a kapcsolatot a szociális otthon vezetésével, a hozzátartozójukat illetően, és a nagy-nagy türelemmel fogadják ezt a döntést. Nem tudunk ez ellen mi sem semmit tenni, hanem kénytelenek vagyunk elfogadni, és mindent megtenni azért, hogy az idős gondozottjaink a szociális otthonban abszolút biztonságban legyenek. Végül pedig szeretném kérni a tataiakat, hogy ügyintézés szempontjából, aki a hivatalba érkezik, nem csak, hogy a szájmaszk viselése kötelező, és a fertőtlenítés a bejáratnál, és a hőmérőzés a bejáratnál, hanem az a kérésünk, hogy aki csak teheti, elektronikus úton intézze az ügyeit továbbra is a hivatallal. Telefonokat köszönettel vesszük és fogadjuk, amennyiben nem tudunk azonnal válaszolni, vissza fogjuk hívni az ügyfelet, illetve elektronikus levelekre pedig a lehető leggyorsabban igyekszünk válaszolni. Tehát az a kérésünk, hogy amit csak lehet elektronikus úton intézzenek a jövőben a város hivatalával, közös önkormányzati hivatalunk munkatársaival. Amennyiben olyan rendkívüli intézkedésre kell, hogy sor kerüljön, amely, mint az elmúlt fél évben néhányszor sor került a városban, ezekről azonnal az interneten, a Facebookon és természetesen a Tatai Televízióban fogok jelzést adni. Hetente egy-két alkalommal itt sajtótájékoztató keretében fogom ismertetni a legújabb információkat a tataiakkal a koronavírussal összefüggésben. Szeptember 7-én kezdődött el az éves ingyenes lomtalanítás Tatán. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai kérik a lakókat, hogy a lomtalanítás kezdete előtt 24 órával helyezzék ki az elszállítandó hulladékokat, legfeljebb 1 köbméter térfogathatárig. Sorra kerülnek a konténerbe a nem használt tárgyak. Szeptember 7-én ugyanis kezdetét vette az őszi lomtalanítás, amely folyamatot a hagyományokhoz híven idén is a Tatai Városgazda munkatársai végeznek körzetenként. A legfontosabb információk talán azzal kapcsolatosak, hogy mi az és mi és mennyit szabad kitenni a lomtalanítás során. Hát körülbelül egy a háztartásnak a lomtalanítása az meg kellene, hogy álljon egy jó köbméternyi mennyiségben, tehát az nem igazán szerencsés, hogy szekrénysorok és óriási mennyiségű egyéb tárgyak vannak kitéve. Egyrészt nagyon nehéz mozgatni is ezeket, másrészt meg ugye a jóval feljebb, fentebb van annak a mennyiségnek, mint amennyit egy normál lomtalanítás úgymond megengedne. Illetve még nagyon fontos, hogy talán még mindig sokan nem tudják, hogy mi az, ami veszélyes, kirakható, nem kirakható dolog a lomtalanítás folyamán. És erre az egyik legjobb példa az autógumiknak a kirakása. Az olyannyira számít veszélyesnek, hogy még a veszélyes, amikor lesz ez a veszélyes hulladékgyűjtés, akkor sem szabad kivinnünk a gumit. Ennek a
elhelyezése általában, ahol az új gumikat veszik, ott lehet leadni a régi gumikat, de nem lehet kitenni a lomtalanítás során. És az pedig egy nagyon fontos kérés, hogy tényleg a megfelelő körzetek, a szórólapokon ugye ezeket lehet tudni, hogy ki melyik körzetbe tartozik. A megfelelő körzet, tehát amikor elkezdjük, annak a dátumnak valóban annak a hétfői napnak, mert mindig hétfőn kezdünk egy új körzetet, reggel 7 óráig történjen a kipakolás, és akkor természetesen mi sorra veszik ugye majd az utcákat, nem biztos, hogy hétfőn érünk oda, lehet, hogy kedden, vagy szerdán, vagy csütörtökön, de az a lényeg, hogy egy utcába csak egyszer kelljen mennünk, tehát hétfőn legyen kitéve, és akkor mi azt igyekszünk minél hamarabb eltávolítani, elvinni. Ugye kétféle lehetőség van a lomtalanításra, ugye ez egyik lehetőség, hogy az oroszláni ZRT-nél igényelnek konténert, és akkor egy háztartásba egy évben egyszer ők egy köbméter mennyiségig elszállítják, telefonos egyeztetés ugye szükséges ehhez, és ezen felül van ez a második lomtalanítási lehetőség, amit úgymond a város ajánl föl a tataiak szolgálatába, és itt is ugye ez egy köbméter, ahogy az előbb mondtam, ez érvényes. Azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre egyre több és egyre több dolgot raknak mi az emberek, tehát igény van rá. Elektronikai hulladékgyűjtésre két alkalommal kerül sor. Először szeptember 10-én a tatai Agostyáni úti parkolóban délelőtt 10 órától egészen délután 5 óráig, majd október 1-én a Környei úti parkolóban szintén délelőtt 10 órától délután 5 óráig. Veszélyes hulladék központi gyűjtése szeptember 16-án a Környei úti parkolóban lesz délelőtt 9 órától egészen délután 5 óráig. Szeptember 7-én, hétfőn igazgatói szünetet rendeltek el a tatai református gimnáziumban, szeptember 8-ától pedig már online oktatás lépett érvénybe. A nevelőtestület egyik tagjának ugyanis szombat reggelre pozitív lett a koronavírus tesztje, így az eredményes kontaktkutatás érdekében több tanár is hatósági karanténba került. Életbe lépett egy protokoll, ami azt jelenti, hogy a népegészségügy kapcsolatkutatást végzett. Minden kollégának, aki kapcsolatban lehetett vele, illetve diákoknak is, akik kapcsolatban lehetett velük, bekérték az elérhetőségét. Csak elismeréssel tudok szólni a népegészségügyről. Szombaton egész nap, vasárnap egész nap dolgoztak, és bármilyen lehetetlen helyzetben, akár vasárnap ebédnél, akár esti órákban telefonáltam, mindig az első csöngés után felvették a telefont, és mindig tudtak választ adni a kérdésekre. És akkor a hétfői napon pedig, hát szintén azt kell mondom, hogy gyorsan, mert egy nap alatt döntött az operatív törzs, döntött az oktatási hivatal, és még meg is kaptuk az értesítést, és még mi is ki tudtuk értesíteni a diákjainkat. Úgyhogy így a mai napot már a tantermen kívüli digitális tanrendszerinti tanítással folytatjuk. Készültünk erre, hiszen a tanév elején kapott államtitkári tájékoztatóban ez feladatul szerepelt is, hogy fel kell készülni ilyen esetre. Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan alkalmazhatjuk azt az anyagot, amit készítettünk. Készítettünk egy digitális kiegészítést a házirendünkhöz, hogy ilyen esetekben hogy tartjuk az órákat, hogy kell részt venni a diákoknak. Úgyhogy most ennek a kipróbálása történik. Szerencsére szeptember 15-éig, határozott ideig rendelték el a tantermen kívüli oktatást. Nem a betegek nagy száma miatt, hanem azért, mert sok kolléga került karanténba az érintettség miatt, így ők nem hagyhatják el a lakásukat, nem tudnak órát tartani.
így viszont otthonról a saját internetes hátterükön, vagy informatikai hátterüket használva meg tudják tartani az óráikat. Alpolgármesteri fogadóórát tart Purgel Zoltán, a harmadik egyéni választókerület képviselője. Az alpolgármester szeptember 10-én csütörtökön délután 1 órától egészen délután 3 óráig fogadja a hozzáfordulókat. Előzetes bejelentkezéshez a 34-es körzet 588-611-es telefonszámot szükséges hívni. Kezdetét vette az éves ingyenes lomtalanítás. Szeptember 7-től az 1-es körzet lakóit kérik, hogy helyezzék ki legkésőbb 24 órával a lomtalanítás kezdete előtt a nem használt tárgyaikat, maximum 1 köbméterig. A gyűjtőkocsi a megadott utcákban csak egyszer halad el. Az első körzethez tartozik az Országgyűlési tér, az Agostyáni út a vasúti átjáróig, Somogyi Béla utca, Almási utca, Bajcsi-Zsilinszky utca, Bacsó Béla út, Mikovényi utca és a rácsatlakozó mellékutcák, valamint a Bacsó Béla lakótelep. Reneszánsz udvari muzsikára várják az érdeklődőket szeptember 9-én délután 5 órától a Tatai Vár udvarában. Az Ó Róza Bella című ingyenes rendezvényen szoprán, furuja és lant együttesét élvezhetik a megjelentek. Folytatódik a Szülők Akadémiája sorozat. Szeptember 15-én Tibenszky Móni Liza, a Felelős Szülők iskolájának alapítója tart előadást délután 5 órakor a Magyari Zoltán Művelődési Házban. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. Mihű József tataváros polgármestere tartott tájékoztatót. Ismét elszállítja a lomokat a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök szeptember 8-án keddeste a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk a folytatásban, hiszen Sportkedd című műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!